Ma a takarmánypiaci helyzet okán a magyar sertés ágazat nehéz helyzetben van. Éppen ezért itt az ideje annak, hogy a magyar fogyasztók figyelmét felhívjuk arra, hogy bizony a magyar sertéshús fogyasztása az nem csak a család számára jelenthet gasztronómiai élményt, hanem bizony sok ezer magyar család mezőgazdasági termelésben, élelmiszerfeldolgozásban dolgozó magyar család megélhetését és munkáját is segíti. Ez a mostani kampány, ez abban fog segítséget nyújtani a hazai sertéságazat számára, hogy valamennyi magyar vásárló, valamennyi kiskereskedelemben megforduló fogyasztó számára ezt a húsfélét, ezt a termékkört, legyen az tőkehús, legyen az feldolgozott készítmény, lényegében keresetté, és tudatosan vásároltá teszi, és ne feledkezzünk meg arról, hogy mindezt hogy a 200 négyzetméter feletti üzletek esetében a magyar származást kis zászlócskával jelöltetjük, és ezzel is segítjük a fogyasztók tájékozódását. Most már 2013 óta a 9. év telik el, amikor is Zsinórban megrendezzük a sertéshús fogyasztást, a sertéshúst, illetve annak készítményeinek fogyasztását ösztönző kampányunkat. És mint ilyen az Agrármarketing Centrum összekapaszkodva az Agrárminisztériummal és a szakmával arra buzdítja a fogyasztókat, hogy vásárolják, keressék ezeket a termékeket a boltok polcain, és minél változatosabb, újszerű, egészségesebb receptek alapján készítsék el ezeket a húsfajtákat. A vörös húsok a megfelelően elkészített konyha technológiával egy megfelelő táplálkozási metódikába beillesztve igenis részei tudnak lenni az egészséges táplálkozásnak, és mint ilyen a sertéshús is beletartozik ebbe a kategóriába. Nagyon fontos elmondani, hogy számos B-vitamint, vasat, egyéb ásványanyagokat tartalmaz a sertéshús, ezen kívül pedig olyan eszenciális aminosavakat, amelyeket a szervezetünk nem állít elő önállóan, tehát mindenképpen a táplálkozásunkra oda kell figyelnünk, és be kell ezeket vinnünk a szervezetünkbe. Arról a jó hírről tudok önöknek beszámolni, hogy a kampányunk kezdete óta, tehát 2013 óta, azóta eltelt 8-9 évben, az akkori 24-25 kg-ról a mai napra most már 30 kg köré, illetve a fölé sikerült növelnünk a sertéshús fogyasztást, egyfőre első fogyasztását Magyarországon. Az idei kampányunk fókusza az majd az adventi és a jövő évi farsangi ünnepkör köré fog szerveződni, ahogyan azt az elmúlt években megszokhatták. Az idei évben tettünk egy kis kivételt, előre hoztuk a kommunikációnk rajtját, ha úgy tetszik, és már most így a nyár végén a hűvösebb idő beköszöntével szeretnénk szólni és kérni a fogyasztókat arra, hogy keressék a egészséges, kiváló minőségű, lehetőleg magyar sertéshúst a boltok polcain, illetve azok készítményeit, ezzel is segítve, kicsit összekapaszkodva a magyar sertéságazattal. Rendkívül szélsőséges viszonyok között gazdálkodik ez az ágazat, most már lassan 3 éve. A kettős vírus hatása alatt állunk, ugye az egyik vírus az mindenki számára ismert, és épp elég sok bonyodalmat okoz mindannyiunk számára. A Covid bizony éreztette a hatását erre az ágazatra is. Ugyanakkor viszont egy másik vírus, az afrikai sertéspestis vírusa az elmúlt 3 évben olyan mértékű hullámzást eredményezett az élősertés és sertéshús világpiacon, amit a korábbi évtizedek során soha nem tapasztaltunk. Azt szeretnénk kérni a magyar polgároktól, a magyar fogyasztóktól és a magyarországi kereskedelmi partnerektől, ha tehetjük, akkor a húsipar nevében, a sertéstenyésztők nevében azt kérjük, hogy válasszuk a jó minőségű magyar termékeket.